Ebben a gyirmóti házban veszett össze tegnap a pár. A vita dulakodássá fajult, majd a 44 éves nő egy letört tükördarabbal hasba szúrta annál a 20 évvel fiatalabb férjét. A szomszédok csak a kiérkező rendőröket vették észre. Két rendőrautót, meg négy rendőrt, azon kívül semmit se. Úgyhogy ennyi. És mi az, amit hallottak? Semmit. Nem beszél senki semmit. A környéken élők azt mondták, hogy a nő gyakran ivott, és sokat is veszekedtek. Néha akadtak olyan zűrösebb ügyei, de hát én nem ítélem el, nem az én dolgom, hogy elítéljem az életmódját, meg bármit is. A férfi egyedül ment be a kórházba. A történtek után a férfi autóba ült, és sérülései ellátására a győri kórházba jelentkezett. A rendőrség a 44 éves asszonyt életveszélyt okozó testi sértés büntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt őrizetbe vette, aki tettét beismerte. A kórháztól azt az információt kaptuk, hogy a férfi májából egy üvegdarabot kellett eltávolítani. Már túl van az életveszélyen, de még mindig súlyos az állapota. A nő előzetes letartóztatásáról a hét elején döntenek majd.